Tavaly hagyományteremtő céllal hívták életre a fényes úszást, amelyen azonnal három rekordot is felállítottak a résztvevők. 367 úszó 1501 perc alatt összesen 1620 kilométert teljesített. Ez azt jelentette, hogy egy résztvevő összesen több mint 4500 métert, azaz 181 medencehossznyit úszott. Az idei rendezvény központjában nem rekordkísérlet áll, hanem egy jó hangulatú, a sportágat népszerűsítő eseményt szeretnének tető alá hozni a szervezők. Egy rendezvény sorozatnak a része lesz, utolsó epizódja, hiszen májusban, júniusban beindítottunk Máté Szalkán egy Máté Szalka triatlon elnevezésű sport szabadidős sorozatot, versenysorozatot. Ennek egy része a Tour de Gát volt, egy kerékpározás, 36 kilométer, aztán egy Fit Foot nap júniusban, ahol egy 2 kilométeres városi, belvárosi futással folytatódott, és akik ezt teljesítették, azokat nagyon szívesen várjuk a harmadik etapra, hogy teljesítsék a Máté Szalka triatlon harmadik részét, az úszást, ez 500 méteres táv leúszását jelenti. A tavaly alakult már A-kategóriás versenyzővel is büszkélkedő Szalkai Szápák fiataljai a környező városokban is rendre rajtkőre állnak. Ezúttal ők látják vendégül 5 település úszóit. A települések közötti verseny lenne ennek a 24 órás versenynek, vagy úszó rendezvénynek ugye a másik fő célja, ahol a pályák beosztásának megfelelően Vásárosnamény, Nyírbátor, Ibrány, Fehérgyarmat, Hajdúnánás és természetesen Máté Szalka úszó szakosztályai 20 kötőjel 50 fővel vennének részt, akik aktívan, és ehhez csatlakoznak még azok a úszás szerető emberek, támogatók, szülők, akik részt vesznek ezen a versenyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek rangos vendégei a rendezvénynek. A világ és Európa bajnok Bernek Péter, az Európa bajnok Mutina Ágnes és a junior világ és Európa bajnok Németh Nándor is vízbe száll majd a pénteken 14 órakor kezdődő fényes úszáson.